Sokat beszélünk mostanában Afrikáról, elsősorban a migrációs válság miatt. De egyáltalán milyen Magyarország Afrika politikája, milyenek például a gazdasági és a kulturális kapcsolatok, és persze milyen a magyarok viszonya Afrikához a migráció idején. Ilyen témákkal indul 2 éves kurzus Lakiteleken a Népfőiskolán. Ott van most Hályas Barnabás. Üdvözöllek, köszöntök mindenkit. Igen, itt vagyunk Lakitelek mellett a Népfőiskolán, gyönyörű környezetben, és nem véletlenül hangsúlyozom a környezetet, hiszen nagyon fontos tudnunk azt, hogy milyen értékeink vannak, és fontos megismernünk azt is, hogy másoknak milyen értékei, más akár kontinenseknek is milyen értékei vannak. Lezsák Sándor úr áll mellettem, a Magyarországgyűlés alelnöke, aki egyébként a Népfőiskola megálmodója. Miért fontos az, hogy megismerjük más országok és ennyire távoli országok kultúráját, egyáltalán szokásait? Ez olyan egyszerű, erre a válasz, mint hogy kék az ég, és gyönyörűen süt a nap itt a Tisza mellett is. Tulajdonképpen ahhoz, hogy egymáshoz illeszkedjünk, akár kisközösségben, akár itt a Kárpát-medencében, Európában, a nagyvilágban, ismeretekre van szükség, és kapcsolatokra, és e kapcsolatok jegyében, annak lehetőségével, szerveződött az Afrika Kollégium, és szerveződött a Tessedik Sámuel Kollégium, amely folytatása a korábbiaknak, hiszen most fejeztük be a Kerkai Kollégiumot, ahol kifejezetten népfőiskolai gyakorlatokon résztvevő fiatal népművelők vettek részt, vagy fejeztük be a Keleti Nyitás Kollégium ma után az Ibéro Kollégiumot, ahol a spanyol nyelvterület Latin-Amerikából ismerkedtek 2 esztendőn keresztül azok a fiatal egyetemisták, értelmiségi fiatalok, akik a Kárpát-medence minden részéből jöttek, akár és ugyanúgy, ahogy most az Afrika Kollégium. Ez egy sajátos terület, külügyi kormányzatnak határozott szándéka, hogy a világon mindent értékelhető, és a nemzetünket erősítő kapcsolatokat szervez, és ennek része a déli nyitás, az a déli nyitás, amelyiknek keretében a magunk is lehetőségével próbáljuk fölkelteni az érdeklődést. Konzultációk lesznek az elkövetkezendő 2 esztendőben, szinte minden olyan országnak a nagykövete tart itt előadást majd, akivel meg lehet ismerkedni, kapcsolatot teremteni, és nem csak a kulturális, gazdasági, de egyáltalán a történelmi kapcsolatok is izgalmasak lesznek, hiszen a 90-es évek előtt nagyon sok fiatal tanult itt magyar egyetemeken, és ezek a fiatalok ma már az adott ország, afrikai országban bizony komoly pozíciókat töltenek be. Ezekkel is fölújítjuk a magunk lehetőségével a kapcsolatokat. Itt fiatalokat említett, alapvetően 35 év alatti fiatal felnőttekről van szó. Ők a legfogékonyabbak ezekre az információkra? Nem csak ezért. Szeretnék én vendégül látni hosszabb ideje fiatalokat is, de itt elsősorban mi nem az egyetemet vagy a főiskolát helyettesítjük, azt tegye a maga dolgát, hanem próbálunk helyzeteket teremteni fiataloknak, akik netán egyetemi tanulmányaik során érdeklődnének akár egy afrikai ország élete iránt. Erre biztosítunk lehetőséget egy kihelyezett tagozaton is, a Szent Imre Gimnáziumban Pesten, műfordítói táborokkal. Tulajdonképpen igen, kedvező körülményeket biztosítunk az érdeklődőnek. Legyen sikerélménye, és netán, mint ahogy ez megtörtént korábban, ezen a pályán, akár egy külügyi pályán is látja a jövőjét, lehetőségeit. És hogyha mondjuk azt mondom, hogy elvégez valaki egy ilyen kollégiumot, érdeklődik, nagyjából mi az az esély, hogy tényleg kapcsolatba tud kerülni egy afrikai országgal, egy ott élővel, bármilyen formában? Ez az ő rátermettségétől is függ. Mi helyzeteket teremtünk, nem erőltetjük ezeket a kapcsolatokat, de azért az a tapasztalat, hogy nem egy volt kollégista akár a külügyben dolgozik. Az egyik éppen az Afrika Kollégiumot szervezte, hiszen az afrikai főosztálynak a munkatársa most, és most megy ki Brüsszelbe, a NATO központba dolgozni. Ő itt kezdte tulajdonképpen a munkáját.
Hát alapvetően, hogyha valaki szeretne megismerkedni Afrikával, az ottani élete is leginkább a Szaharától délre eső területekkel, mindenképpen itt a helye. A program a mai napon 10 órától indul, nagyon sok fiatallal, akik azért lelkesek, mi már találkoztunk velük, és remélem, hogy nagyon sok élményt tudnak majd a helyszínen átadni, akár ők is az ide látogatóknak. Hályos Barnabás, köszönjük szépen!